Vietnám, üdv a csatornán, sziasztok srácok, folytatjuk a 7 Days to Die-t. Na ez az a játék egyébként tipikusan, amelyik egész nap foglalkoztat, és azon jár az agyat, hogy mégis mit kellene csinálni, hogyha majd játszani fogsz vele. Úgyhogy vágjunk bele a lecsóba, mert egy csomó mindent kellene egyébként csinálni. Most, hogy gondolkoztam, kitaláltam néhány dolgot, először is, hogy rohagy meg zombi, nem akartam, hogy zombi legyen. Na mindegy, először is kellene fát vágni. Kivágom itt ezt a fát, vagy nem ezt a fát vágjam ki. Fát kellene vágni, nem tudom, 8 óra körül futnak a zombik, remélem. És hogyha, vagy 10 órakor futnak a zombik, remélem, és hogyha 10 órakor futnak a zombik, akkor talán még gyorsan tudnék kivágni fát, mert úgy gondoltam, hogy kellene éjszakára nekem fa, hogy rohadjál meg zombi, hogy igen, lehet, hogy ki kellett volna ott a ház előtt vágnom a fát, de úgy vagyok azzal, hogy tök jól néz ki, azt lehet, hogy még használni fogom azt a házat. És ez mi az a pici fa, bazd? Ne szórakozz le. Nőci rá, meg fog támadni, mi? Hol van? Ott van, jaj. Talán észreveszem, észrevettem, jó. Igen, ha 10 órakor futnak a zombik, akkor bazza, nem... Nem láttam azt a hülye nőcit. Ha 10 órakor futnak a zombik, akkor talán még van egy icipici időm. Ennek a fának mekkora lombja volt, hogy rohadjatok meg. Mármint nem nektek, nem ti, hanem így maga ez az egész szituáció, olyan de szörnyű szituáció, ott ez kellene. Na és bunkós bot is kellene. Gyerekek, meg kell szoknom, hogy ne menjek közel a csávókhoz, ha el fogok cseszni velük, gyerekek. Jó? Hol a fa főnök? Hol a fa főnök? Hát mik ezek a miniatűrfák, gyerekek? Fát kell ültetnünk. Valamennyi lesz, úgyhogy jó lesz nekünk. Ott vannak nagyobb fák, azokat gyorsan ki kellene, meg kocsit utolok. Ho-ho-ho. Kocsit utolok, azt utána ennyi idő van. 8 óra, úgyhogy akkor biztos, hogy ezékor futnak a zombik. Mit csináltál? Ez viszont egy, tudjátok, hogy mi volt. Szerintem tudjátok, jön utánam egy madár. Jön utánam egy madár. Bajok vannak, rám repül a madárka. Úgyhogy megyünk haza, gyerekek, ezt túl kell élnünk. Azt a rohadt életben ránk repült a madár. Mennyire tudok kitérni, nem tudom. Madár be nem jön, ugye? Mondjátok, hogy nem. Rohadj meg, madárka. Gyerekek, hát ez nem volt egyszerű, na. Ez nem volt egyszerű, na. Mennyi fát szereztem, úristen. Beszartam, ti is beszartatok, ugye? Scrapeljünk, ugye? Scrapeljünk. Hol van itt a kaja szinten, vagy valami van, biztos, nem? Hol van? Elnézést, kölgök, tudom, minden ilyen dolgok van. Food, water, mi ez? Fullon van a kaja szinten, hogyan lehet ez? Jó. Ja, igen. Ez egy kicsit necces volt, gyerekek. Ezt az ágyat átdobom egy kicsit máshova. Mert itt nekem nem tetszik. Jó, kemény volt gyerekek, kemény volt. Az, nem olyan meghaltam, te! Halljátok? Majdnem meghaltam, tényleg majdnem meghaltam. Majdnem nem haltam meg, de majdnem nem haltam meg, de majdnem meghaltam. Ez micsoda? Hú, ez ilyen javítókészlet, szerintem tuti, hogyha van nálunk, szeg. Baze, nem tudom, hogy mit érdemes elraknom még, ez mi? Small stone. Remélem nem fognak betörni ide. És egyelőre nem tudom, nem kéne. Ez mit ad? Ez semmi. Jó, gyerekek. Jó. Egyelőre akkor kusba maradunk. Igen. Azért kellett egyébként nekem. Aha. Ezt tudom módosítani. Mi kellene hozzá? Aha. Nincsen izé, nincs olyan cuccom, amivel módosítani tudom. De egyébként majd farkas itt ketyeg, azt nem valami kellemes. Na,
Javítás. Javítás. Valaki írta, hogy ásóval csapkodjam a földet, akkor az jobb lesz nekem. Nem lesz jobb egyébként, mert az nem úgy működik. Nem tudom azt megcsinálni. Ez mi? Iron? Jó, várj, nézzük át a dolgokat. Figyeljetek, szerintem én leszkreppelem ezt a szeget is, remélem. Hoppá, van magom egy darab, úgyhogy akkor majd tudok izajani. Tudok ültetni. Ez mi? Lead. Szent. Ez mi? Ja, itt is egy ilyen mag. Jó, akkor már kettőt tudok. Oké. Tojás. Jó. Jó, gyerekek. Ez mi is? Kaszinó token. Ezt érdemes leszkreppelni, vagy valamire jó? Lehet trédelni? Lehet, hogy lehet trédelni. Akkor nem kéne. Műanyag. Ezt nem tudom, ezt mennyire használ. Mennyi? Bár itt van a közelhasznú sebzése ennek. 19. 41. És akkor ennek. Ja, ha ráviszed az izét, az egeret, már mutatja, oda néz, ez jobb. Uh-huh. Tök jó, ez jobb. Akkor ezt kéne használnom ehelyett. Ezt meg lehet, hogy leszkreppelem. Most akkor nem kell, és akkor lesz belőle fáb. Jó, oké, skacok. 21.39, hát izé lesz. Egy kicsit... Nekiállunk lefele. Lefele, úgy döntöttem, lefele kezdünk el áskálni. És nem is lefele kéne, hanem itt ki kéne alakítanom egy ilyen kis... minek nevezik ezt? Egy ilyen kis termet, ahol tudok csinálni hálózsákot esetleg, lerakom. Meg... Ja, itt egy termet össze fogok hozni. Ó, gyerekek, nem egyszerű az élet, ha leajátok. Hát majdnem megcsaptak minket, de egyébként magunktól regenerálódunk, hogy túl vagy, jól vagyunk lagva, meg ilyesmi gondolom akkor, ugye? Hát ezek boldog vagyok. Úgyhogy most koppogatni fogunk éjszaka, meg dumálgatni, úgyhogy erre így készüljetek, jó? Sajnálom, de ez ilyen. Ide létrehozunk egy nem túl nagyot. Arra gondoltam, ha blokkokba lehetne mérni, akkor egy 9x9-es termet, vagyis nem, egy 3x3-as termet. Ugye egy 9 blokkosat, 9 négyzetméter, talán azt tudom mondani. Ja, és mostantól futnak a zombik, és most már nem úgy van, hogy látnak, nem látnak, hanem úgy van, hogy van százalékos aránya. Oppa, itt bennem annyira látni. Gyerekek, fákját nem kéne elfújnom, vagy... Várjál. Ha így még úgy se látnak, de így meg baromira nem látszasz. Jaj, baze. Nem látok. Nem látszok, de nem is látok, mi? Látni és látszani. Adarakom, jó. És akkor csinálom itt a dolgokat. Csinálom a kedvem. Jól érzem magam. Ja. Összehozunk egy termet, amiben le tudok rakni dolgokat, és akkor innen fogok lefelásni. Kicsit megriogattak engem azzal, hogy nem lesz ez egyszerű annyira, mint amennyire képzelem. Mivel rengeteg újfajta zombi van, megkértem, beszéltem egy-két emberkével, Banános Joe-val például. Annyit mondtam, hogy semmit ne mondjon arról, hogy milyen zombik vannak, meg milyen bázist érdemes csinálni, hanem teljesen én nekem kell rájönni. Mondtam, hogy elmondja a zombikat, hogy milyenek vannak újak, mondtam neki, hadd szopjak vele, mert szerintem az a legérdekesebb része, amikor felfedezett játékot, hogy úristen, ilyen is van, most döglöttem meg. Nem baj, ha meghalunk. Az sem baj, tényleg, ha meghalunk, hanem legyen az, hogy mi jöjjünk rá itt a dolgokra. Nagyon jó. Kövünk az lesz szerintem bőven. Ja. Akkor ez 3 céles, és akkor mehetnénk befele, ugye? És ezt mit ütök? Várjátok. Most nem lefele akarok egyelőre menni, hanem arra befele. Egyébként most itt látszok, mint az atom, de ugye igazából ez a láthatóság csak akkor, hogyha éppen gondolom látótávolságban van a zombi. Tehát a fákja az itt van. Hát remélem, hogy ez nem fog, fényre nem fognak jönni, különben itt döglünk meg első nap. Első éjszaka. Ugye kérdeztétek többen, hogy milyen sűrűn lesznek részek, hát valószínűleg sűrűn lesznek, szerintem lehet, hogy így két naponta azt megbeszélhetjük, jó, és akkor ez egy ilyen nagyon rendszeres lesz. Nem az lesz, hogy akkor jaj, lesz rész, nem lesz rész, hanem két naponta mindenképpen kikerül rész, ha nem, akkor értesítelek benneteket, oké? De szerintem mindenképpen fog kikerülni két naponta. Két naponta 30 perces rész lesz, erre így lehet készülni. Mivel scrap-e, vagy mivel javítja egyébként? Nem tudom, nem figyeltem. Mindegy, hát biztos valószínűleg kővel. Az meg így nekem nagyon jó. Nem néztem, hogy mit viszel, vagy hogy van. Oké. Okay. Ja. Ide kell egy terem. És úgy azért gondoltam a 9, ugye 3x3-asra, mert akkor a közepén lehetne lefúrni.
és akkor ott lehetne gyakorlatilag az akna. Később ezt ugye kiraknám kővel, betonnal, akármivel, és itt lenne a bejárata az alsó szekciónak. Mindenképp egy alsó bunkert akarok csinálni. Azon gondolkoztam, hogy azért lenne jó, hogyha itt lenne a bejárat, mert ugye, hogyha pont fölötte van a bunkered, fölött a bejárat, akkor az sérthet, egy sérülékeny rész. De viszont, hogyha egy kicsit távolabb csinálod a bejáratot, amikor támadnak a zombik, akkor ugye valószínűleg nem tudják megtalálni a bejáratot, ami nem biztos, nem tudom. Egyébként ez tényleg ez úgy van, hogy mondta Joe, hogy fejlődtek, intelligensebbek a zombik. Nem, ez Szilárdi mondta, úgyhogy figyelnem kell, de az a lényeg, most arra rápróbálok menni, hogy hogy mondjam, hogy az első hordát, ugye a hetedik napon... Itt figyeli egyébként a játék, hogy nézem, hogy mennyire vagy világosba vagy sötétbe. Az első hordát meg kellene próbálnom túlélni. Most arra teszünk fel mindent. Addig nem mászkálunk, nem csak semmit, hanem megcsináljuk a bunkert, azt, hogy az első hordát túléljük. Ugye a hetedik nap éjszakáján, 10 órakor érkezik, és azt kellene nekünk túlélni. A fejlődési rendszerről egy kicsit tanultam, másról nem. A fejlődési rendszer ugye most már úgy épül fel, hogyha minden igaz. Ha jól értettem Joe-nak az elbeszélését, hogy ott az a csíkot végigér ott a skillbarom fölött, vagy minek nevezik azt. És ha az végigér, kapok egy szintet, és akkor egy pontot elkölthetek valamire, mondjuk fegyverre, vagy heavy armor, vagy bizonyos dolgok, rengeteg skill van, és arra tudok pakolni egy-egy pontot, amivel ugye akkor jobb leszek. Úgyhogy ez újabban így működik, úgyhogy magától úgy látom, vagy remélem jól értelmezem, hogy magától itt nem fognak fejlődni a dolgaim, hanem ezek mindenképpen kizárólag, mint ha hallottam volna valamit, kicsit parázok, kizárólag akkor, hogyha raksz rá egy-egy pontot. Egyébként kövem az tényleg iszonyatosan sok lesz, de az nem baj, mert szeretem a követ, most ezt jól összekevertem az egészet. Ja, írta valaki, hogy ásóval ássak, hát nem tudok ásóval ásni, mert ez kő. Ugye? Van olyan, hát ha izének ugye a balta, ez balta is, meg minden, ez egy ilyen univerzális szerszám, ahogy értelmezem. Ennek ugye van direkt olyan, hogy csákány, csak ugye az fémből kell készíteni, szóval az nekem most nuku. Úgyhogy erre ezt meg kell szoknunk, gyerekek, hogy most egyelőre így koppogatunk. Nézzük meg, mit viszel, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy van. Hogyha ezt itt... Hogy kell javítani, vagy nem tudom. Ez small stone-nal javítja, úgyhogy ezt így gyakorlatilag akárhányszor megjavíthatod. Gyakorlatilag nem is kellene kettő belőle, de igazából azért tartok kettőt, mert akkor így tovább tart. Jó, stone-om, ezt small stone-nak nevezik egyébként, ugyanúgy. Ezt amit kibágyászok, hova tükbe rakta, aha. Jó, akkor jó. Jó, reggel ugye kívül ténykedünk inkább mindig, éjszaka meg belül. A kívül ténykedés az teljesen felépítettem egyébként. Ez a tipikus tényleg olyan játék, hogy így játszol vele, és akkor amikor meg nem játszol, akkor azon nagy az, hogy mit kellene tenned, mit kéne csinálnod. Ki is találtam egyébként, hogy próbálom megoldani. Napkal mindig kint ténykedünk. Belül meg bent, vagy éjszaka meg bent, és akkor így folyamatosan tudjuk fejleszteni a bázist, mert ugye kívül is kell fejleszteni a bázist, mert valahogy azokat a zombikat meg kell ölni, amik majd a hetedik napon jönnek. És ezeket a zombikat, hogy fogom megölni, erre kettő darab variációm van, így a fejembe. Közben majd el fogom nektek mondani, csak mindent így nem akarok egyből így eldumálni. Már csak azért, egyébként ez sose értettem, hogy ez borzalmas egyébként ez a izé. Hogy ez hogy épül fel, hát itt talán erre. Ja, hogy nem akarok mindent egyből a szátokba rágni. Folyamatosan majd meg fogjátok tudni ezeket a dolgokat, hogy mégis ezek hogy lesz ez az egész. Nem tudom, mennyire hallatok jól. Jótól kaptam egy ilyen fülest azzal a mikrofonnal, kicsit tudom, hogy ilyen sistereg vagy van alapzaja, de talán azért élvezhető lesz ez a videósorozat, majd beújítunk egy jobb mikrofonra, hogyha arra járunk meg, hogyha lesz lehetőségünk is rá. Na, ezt szerintem kiütöm, azt már akkor egész jók vagyunk. Egyébként ez egy full szikla. Régebben ez nem homokkő volt egy ilyen külön homokkő, és homokot is adott, mert ugye most már nem ad homokot. Ahogy észreveszem, hol a szarba van, az cuccom.
néha nem nagyon veszem észre a dolgokat. Nem, hogy mindjárt reggel lesz, hajnal. Egyébként tudjátok, mit hiányolok még ebben a játékban, hogy aludni is kellene. Az lenne így, igazából az, hogy nem alszol abszolút, vagy nem tudom, nem kell aludni, nem tudom, aludni lehet-e, mert igazából lehet, vagy lehet, mert nem ismerem még a játékot, de hogy kelljen, nem? Az is egy jó dolog lenne. És akkor úgyis meg tudnak lenni, gyakorlatilag egy para lenne, ha lefeküdni, mint a valóságban is egy para lenne lefeküdni egy ilyen körülmények között, ugye? Na hát ez érdekes egyébként, ez a talaj szerkezet, itt lehet, hogy ásni lehet, majd nem tudom. Ja. Hát ez így néz ki, egy ajtót mindenképp akarok ide meg. Egy doort. Már csak azért is, most nem azért. Tudjátok miért? Na mindjárt elmondom, hogy miért. Azért, hogy talán akkor a fákja fénye nem világít annyira ki. Vágjátok? És akkor nézzük meg 21... Látjátok, hogyha... Várj, 21-en láttam. Így meg... Ja, mert igazából... Ja. Ja. Várjátok, ha kimegynék ide, akkor látnám igazából, hogy itt... Itt 17-es a láthatóságom. Aha. Jó. Oké, okay. Na mindegy, fákja levesz, fákja fölrak, ide mondjuk, hát sokat látok, na várjál, medelő fákját, bóre, ups, ezt nem szeressük, ide, jó, hát ez egy elég kicsi hely, nem? Ez egy pici, úgyhogy lehet, hogy még egy kicsit szélesítünk rajt arra, lehet, hogy oldalirányba szélesítünk. Igazából, ha itt leássak, akkor most súlyavilág lesz. Jó, hát igazából oldalirányba, bocsánat, falkereszt. Ugye ez az item, ez megsérült, vagyis nincs. Oké, erre oldalirányba kiszélesedünk. Kicsit följebb kéne nyomnom a hangerőt, gyerekek, mert baromira parázott. Bóre. Nem túl hallgos, hát bocsi, de én nekem szükségem rá. Majd maximum ordítok, mint az állat, hogy halljátok, amit mondok. Viszont jó lenne, hogy hallanám a zombikat. Mik vagyok mi? Nem cunderedek vagyunk. Tudnám, mi a rák az. Ezt hol fogja kijutni? Ah, jó, oké. Ez így jó. Hol fogja ezt kijutni? Jó, igazából egy jobbra balra egyet szélesítünk. 1 óra 32 szerintem lassan a... csinálunk, kraftolunk ládát, kraftolunk tábortüzet. Ugye, hogy tudjunk kaját csinálni. Meg kraftolunk, ide behozzuk az ágyat, és akkor gyakorlatilag itt szerintem teljesen jól el vagyok. Ahogy néztem, ugye akkor abból a szarból lehet vasat kigyerni, abból a újabban így az ércek azok így. Aha, várjál, szomjasok vagyunk, ej more. Ez mi? Passzik az alkohol, hát én majdnem megittam. Júz, gondolom az az ivászat. És ez mi? Aha, eltűnt. Ja, ott van, ja, így jelzi újabban, hogy szomjasak vagyok. Hú, basszus, hogy... Ja, izét kellene, ugye? Forralnom vizet. Vagy pedig ugye majd izérem kell. Oh, segít. Lehet, hogy... Ezt miért rakja el? Nem vágom. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy... Körül kell néznem. Körül kellene néznem a házakba, meg arra, hogy van-e víz még. Mert kevés lesz ez nekem. Meg ugye gondolom, lehet meríteni is vizet. Ja, vizet szoktuk behozni. Nem tudom, hogy van most már, meg... Néztem gyerekek, hogy a túlélő naplója az talán valami 3 éve volt. Nem is 2, hanem 3. Úgyhogy... Nem kevés. Ja, gyorsan gyerekek, 2 óra van, hát... Na, a védelem kiépítése az... mindenképpen felülről meg kell védenem majd a bunkert. Ugye? Kell egy pajzsot fölé emelnem. Hogy ugye ne tudják gyakorlatilag... Na, hát ez így jó, nem? Most így jó sikerült? Vagy mi a szar van? Az a baj, itt nem látszám semmit ebbe a izébe. Most ez így mi történt? Így, szerintem még arra. Aztán igazából nappal nem fogok ám bányászkodni belül. Ez mindenképp az éjszakára fog hárulni mindig, szóval nappal kaland van. Éjszaka bányászkodás. Gyerekek, vonyítanak a zombik. Nem tudom, mennyire hangosak vagyunk, vagy az mennyire számít. De ez az ajtó, ez semmit nem bír. Az ajtó, ez semmit, ez annyi, hogy nem tévednek be. De full semmit nem bír. Meg defaultra van állítva, remélem, nem az van, hogy izé, hogy észrevesznek. De a régebben mutatta, ha észrevettek. Most már nem. És már nincs olyan lehetőségünk nekünk, hogy mutassa, hogy észrevettek. Olyan 4 óra fele elkezdek kraftolgatni dolgokat, akármi is történik. Na, így most már azért alakul, ugye?
Na, valami szögletes formája van ennek a viskónak. Igen, itt még kellene akkor két... Ja, 4 óra fel elkezdek craftolni mindent, hogy ugye legyen meg, legyek túl itt a dolgokon. Kipakolunk ugye, de Bandikának volt mindig az az őrülete, hogy... Meg mindenkinek, hogy úgy mentem el lootolni, hogy tele hátizsákkal. Megpróbáljuk ezt most nem ezt tolni, ezt a lehetőséget, jó? Oké, tényleg remélem nem hangos ez a játék, majd... Bú, basszus. Parázok ettől mindig, mert ugye ezt nem tudom új, ez nem lehet újravenni ezeket a részeket, mert ugye itt nincs mentés, ahogy mondtam az előző részben is, szóval para az egész. Gyorsan, gyorsan, igazából még 3 blokkot kéne kiütni. Ugye ezt, meg még mellette 2-t, és akkor meg lenne gyakorlatilag. Behozom akkor a lágyikomat, behozom, vagy azt lehet, hogy nem hozom be. Kicsit félek most a izétől. Ugye oda kimenni nem is kellene nagyon kimennünk. Várjál, itt ez egyenes ez a fal? Egyenes, aha. Ja. Ilyen kicsit érben nagyon nehezen látható egyébként, hogy mi egyenes, mi nem. Egy fák ki bőven elég egyébként itt bevilágítani. Azt elkezdünk majd lefele menni, lemegyünk. Nem tudom hány blokkot szerintem. Nem akarok trükközni. Régebben azt hiszem, meg szerintem most is. 30. Ezt miért csinálja a gyerekek? 30 blokka. Jó, ezt leszkreppeltem, mindegy, legalább nem lesz rá gondunk. 30 blokk volt ugye a távolság, amire érzékeltek a zombik. Nem akarok ilyet kihasználni igazából, elmondom őszintén. Hanem nem megyünk le 30 blokkra, nem célom kihasználni a játéktechnikai nem trükköket, hanem ilyen ismert előnyöket. Igazából ezt az egy előnyt ismerem szinte, úgyhogy nagyon nem fogok tudni többet kihasználni. Meg tényleg nem ismerem a zombikat. Ne írjátok le, semmiképpen, el sem olvasom akkor, hogy milyen zombik vannak újabban, mert nem akarom, gyerekek. Várjál, hogy van ez? Itt kell... Aha, itt még van hiba. 3 óra 14 körülbelül ki is fogom ütni. Hát ezt a 2 blokkot már kiütjük. És akkor egyik oldalt ládák, másik oldalt hálózsák, középen lefele vezető járat. Később a falakat kicseréljük betonra, vagy éppen amire tudjuk. Szóval ezt így kell majd elképzelni. Most ugye campfire-t akarja, hogy csináljak, azt úgy csinálunk legalább. Legyen belőle gond. Igen, nem tudom, ezek egyébként erre izai szerszámokra lehet, hogy kéne raknom, mert ez halál gyerekek így izajani. Ezt várjátok, melyikkel lehet izajani? Javítani? Melyik gombbal? A-val. Csak belemész és akkor ez úgy jó lesz. Jó, 3 óra 28, tökéletes időzítésben vagyunk, ugye 4 órára beszéltem, hogy craftolunk. Ládát, mindenképp, egy darab láda nem kell nekem sok egyelőre. Tábor, láda, tábortűz, igazából ennyivel meg is vagyok elégedve egyelőre a craftolási szempontból. Itt az első helyiségben, ahol vagyok. Igazából ez abszolút nem véd semmi ellen, ugye ezt az ajtót úgy törik be, hogy akarják. Úgyhogy ez csak egy ilyen ideiglenes kecó lesz. Mi a láda várja? Chest, vagy mi az? Ahhoz, chest, jó van. Egy darabot lekraftolunk. Ez az. Jó, akkor ide lerakjuk. Jó helyen van itt. De imádom. Na, hogy kellett belerakni? Jobb gomba? Vagy shift meg gomb, shift és gomb. Ja, ezt várjátok, ezt terültetem. Ez nem kell. Nézzük, mi nem kell. Ezt nem kell. Token nem kell. Kaját viszünk. Ezt nem. Ezt visszük. Kaját viszünk. Tojást nem viszünk, ezt se visszük. Ez nem jó valamire? Vagy mire jó? Ez V. Acid. Méreg, ugye? Ezt se visszük. Várjál, ebből a klotból nem tudok ide csinálni, tudod mit? Kötszert vagy valamit, ezt se visszük. Követ se visszünk. Ezt se visszük. Ezt se. Mert maradjon inkább. Olaj. Nitrit, vagy mi volt az? Wood marad, ez. Ebből mit lehet csinálnunk? Megnézzük Keeper majd, úgyhogy ez marad. Ez marad, ásó marad. Jó, ezek... 4 óra. Eddig futnak a zombik, csak gyerekek. Nem baj, 6-7-ig mindenképpen fogunk tökölni. Várjátok, itt receptek. Kötszert tudok csinálni, jó. Hányat? Egyet. Ezt mindenképp csinálok, mert ha vérzel, nem tudsz mit csinálni, megdög lesz. Úgyhogy ez marad. Ebből mit lehet? Aloe krém. Mit csinál az aloe krém? Hát gondolom színűleg, hát nem túl sokat tudok, de gondolom meggyógyít, úgyhogy ez jöhet. Nézzük, hogy mit lehet még. Miből akartam még megnézni? Másból nem. Jó, igazából ezekből akartam. Jó.
Innen most már frankok vagyunk. Itt egy kicsit átrendezem, mindenképp az első szloton legyen ez. És akkor ugye egyes gombbal rá tudok váltani. Oké. Jó srácok, behozom a izét. Ezt. Letesszük addig. Ide leteszem a fekhelyemet. Látok, egyes, kettes gomb az legyen így. Oké, okay, letesszük a fekhelyet. Jó lesz az ott, ide meg rakunk egy tábort, ez egy campfire-t. Ó, mi kell a campfire-hez? Small stone. Leraktam a small stone-t, látod? Látod, ember? Riktig lerakod a small stone-t, és akkor meg kell... Kraftolunk egy tábort, ez egy... Ó, jó. Oké, okay, nem baj, srácok, jó lesz ez. Jó lesz ez. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Legyen meg, 18 másodperc, befejezem. És azt hiszem, hogy várj, a painkiller mire jó? 41 gyógyít. Viszont mínusz, aha, 41 gyógyít, jó, izé, painkiller, 41 gyógyít, HP-t. Úgyhogy ez is, hogyha nagy szarba vagy, jó. Ugye? Ez meg mit, mit csinál az olvekrém? Várjál ma. Megállítja vérzést, gyerekek, ezek jók. Meg akkor campfire-t ledobjuk. És megnézzük, tudok-e valamit csinálni vele. Berakom oda, jó? És akkor ugye... Good job, jó, oké, okay. Most mit kell csinálni? A trader-t mutatja, várjatok, trader. Azt írja, hogy 1,7 km-re van tőlem valami trader. Merre, várjál? Arra? Ez jó messze lehet, ott van a... Hát, jó, nem megyek el oda most. Meg igazából szerintem nagy üzletet nem tudnék kötni. Jó, ezek maradnak. Maradjon a small stone is, jó az. 5 óra 44. Hát 6-ig várok, mert nem tudom pontosan meddig van ez a dolog. Viszont ezek jók, hogy vannak. Jó. Oké, srácok. Nincsen rajtam valami ruha? Mert azt így melegen van. Ezt le kéne venni, nem? Le kéne venni, mert minek? Biztos csak kimelegszek tőle. Oké. Okay. Jó. 5 óra 3. Szuper gyerekek. Ja. Ezt nem tudom, nem tudom feljavítani, de lehet. És lehet, hogy vassal föl tudnám, de nem tudom mennyire ér. Hát feljavítsuk vassal? Jó, vassal feljavítottuk, meg a másikat is föl tudnám. Hát nem nagyon sok vasat elhasznált, 23 volt, vagy mennyi volt, és most van belőle 11. Aha, akkor 12 darab kell hozzá. Jó, hát ezt is legalább tudjuk. Oké, okay, gyerekek, kinézünk. Ugye az még belefér ebbe a részbe akkor. Egy olyan 7 óráig fogunk. Hát szerintem már marhára nem futnak egyébként a zombik, úgy látom, korán kell a nap. Jó. Gyerekek. Következő szituáció van. Lassan szintet is lépünk. Mit akartunk csinálni? Igen, fát kellene vágnunk nekünk. Meg még ráadásul, na, itt van a izénk, bejáratunk. És arra gondoltam, hogy itt lehetne egy ilyen bunker valahol, mondjuk a ház mögött. Mondjuk itt valahol, itt. És akkor itt lenne a bunker alattunk, és akkor itt ezt be tudnánk védeni valamennyire. Az a hillás, az meg valamennyire védve lenne. Egyébként arra is gondoltam, hogy oda csinálok egy teraszt, és onnan tudnám zombikat hirigelni. Ha úgy van, akik itt lent dobzódnak esetleg, vagy a franc tudja, de majd meglátjuk. Lehet, hogy elmegyek egyet lootolni, ja, most googolunk. Elmegyünk egyet lootolni most korányába, meg közben mindenképp gyűjtünk fát. Látok ezt. Mit is mondta? Ah, ugye? Jó. Közben gyűjtünk fát, meg közben gyűjtünk mindent. Oké? Okay? Na, gyerekek. Az mi az, hogy izé 61-10 csak a izeink? Szlaminám, azt mivel tudom visszanyerni, Móre? Miért 61 per 100? Miért 61 per 100 a szlamina? Mondjátok meg nekem. Ezzel nem vagyok kibékülve. Hogy miért 61 per 100 a staminám? Ez miért 61 per 100? Miért nincs padlón? Megint még tényleg aludni kell, More? Itt meg van egy kutya. Jó, oké, okay, srácok, hát 6 óra van. Szerintem akkor este 6-ig a következő... Vagy a következő rész, ja. Ez legalább ugye az este 6-ig fogjuk veretni. Ott egy zombi, jó. Mindegy, oké. Okay. Menjünk, nézzünk körül gyorsan még egy picit. Nem akarom húzni az időt nagyon. Kicsit lootolunk, meg ilyesmiket csinálunk. Ez beton? Betonnak használható tárgy.
Ebből mennyi folyan? Jó belőle azért? Jó regél. Ebből mit lehet? Csont lenne, jó jönne. Ó, ez az csont, jó. Zombi, figyeljetek, a zombik a nagy részét én fogom kerülni, mert fölösleg. De nem értem, ha ér 60 perc száz a staminám. Az valami megcsapott engem, vagy mitől történt, vagy mitől van ez? Kereskedőhöz nem fogok elmenni most, fölöslegesnek érzem azt. Nézzük körül, lutolgassunk, jó? Itt valaki befészkelte magát, nézzétek, ott egy ilyen, ez micsoda, ajtó. Jó, van itt minden, úgy látom. Gumi, gondolom, azt is esetleg szét lehet venni, hát ilyenekre szerintem még annyira nincs szükségem. Tök jól néz ki, sokkal jobban néz ki ez a játék, mint régen. Nincs semmi, gyerekek. Nagy kuka. Mindenhol ez az íze, ez nem ólom, ólom, nem bazze. Hülye volt a keeper, az nem íze, az ólom volt. Na ide be kéne menni, na srácok, elbúcsúzok, a következő rész innen kezdjük. Ezt veretjük, mint az őrült, egy pár tippet írjatok, hát miért vagyok ilyen fáradt, és tényleg ezért én aludnom kellene, vagy mi a szar? Na, jók legyetek, csácsunk, mi csőtészta.